Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Polgármester úr, Elnök urak, tisztelt Lelkész urak, szeretettel köszöntök mindenkit a napkori Böllér Fesztiválon, az ország legjelentősebb disznótoros rendezvényén. És itt a konferálásban volt szó más ételekről is, azért jól tudjuk, hogy most a szezonja a hízóvágásnak van, azért is gyűltünk egybe, és vagyunk részesei olyan programoknak, amelyek igazán emlékezetesek és kellemesek szoktak lenni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, biztos valamennyien úgy érezzük, hogy egy ilyen rendezvény az sokkal több annál, mint hogy a disznót feldolgozzuk, hurkát, kolbászt készítünk, elfogyasztjuk azokat a finomságokat, amelyeket olyan sokat kell dolgozni. Ilyenkor találkozunk barátainkkal, családtagok gyűlnek össze, az adott településekről is vannak vendégek, határon túlról is, aminek nagyon örülök. Ilyenkor sok kérdéssel tudunk foglalkozni, amely akár a jószágtartással, vagy az ételek elkészítésével kapcsolatos. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én szeretnék megosztani Önökkel egy gondolatot, ami lehet, hogy nem annyira a disznótorhoz kapcsolódik, de mégis van ilyen vonatkozása, hiszen ahogy említettem, gyakran baráti társaságok jönnek ilyen rendezvényekre, családi találkozók történnek. Még karácsonykor kért tőlem találkozót Ruprechter osztrák agrárminiszter úr néhány fontos kérdésben a magyar földdel kapcsolatban, és én arra gondoltam, hogy ezt akár itt napkoron is le lehetne bonyolítani, hiszen miért is nem, miért Budapesten kellene ezek a találkozók, inkább legyenek a magyar vidéken, akár itt ebben a nagyon szép faluban is. De aztán valahogy történt egy és más, és én ma úgy látom, hogy a mai programra mégse hívtam meg az osztrák minisztert. Ruprechter úrnak a legutóbbi kijelentései után meggyőződésem, hogy nem szükséges találkoznom az osztrák agrárminiszterrel, mert olyan sértő kijelentéseket tett a magyarokra, amelyek méltán felháborítanak bennünket, nem szükséges ezért találkoznunk, hiszen a magyar föld és paks miatt illet bennünket kritikával, ezek pedig magyar ügyek, számunkra fontos és lényeges nemzeti ügyek. Hiszen akkor tudunk boldogulni a magyar vidéken, akkor lehetnek ilyen és hasonló rendezvényeink, akkor lehetnek erős közösségeink, ha mi magunk intézzük a sorsunkat, nem pedig mások, akár egy szomszéd országban élő vezetők és állampolgárok. Ruprechter úr, az osztrák földtulajdonosok, spekulánsok, gazdák Magyarország illegális földszerzéseit próbálja védeni, márpedig a magyar törvények mindenkire vonatkoznak hazánkban, a magyar állampolgárokra és a külföldiekre is. Ezért is elfogadhatatlan minden olyan álláspont, amely ezt megkérdőjelezi. De tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennyit azokról a dolgokról, amelyek elmaradtak, bár fontosak és a hétköznapokra tartoznak. A mostani alkalom az mégiscsak egy fontos ünnep. A tor kifejezés magában is hordozza ezt. Én biztos vagyok abban, hogy ma több ezeren, sőt több tízezeren fogunk összegyűlni. Kellemes pillanatoknak leszünk a részesei, és olyan finom ízekkel találkozunk, amelyek lehet, hogy már régen elfeledettek. Felelenítjük ezt a régi szokást, amely bearanyozza ezt a mai alkalmat. Én kellemes szórakozást, hasznos időtöltést kívánok mindenkinek. Ezennel a rendezvényt megnyitom. Köszönöm szépen!